soron kívüli ülést tartott a Dunaszerdai Városi Képviselőtestület. A fő napirendi pont az Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési program pályázati felhívására való jelentkezés, valamint a 30.610 eurós társfinanszírozási önrész jóváhagyása volt. Sikeres pályázat esetén a mintegy 600 ezer euró visszanemtérítendő támogatást a határon átnyúló logisztikai szolgáltatások javítására fordítaná az önkormányzat. Ennek érdekében Inkologisztik Magyar-Szlovák Logisztikai és Tájékoztatási Központot alakítanak ki a Perfex Irodaház hátsó szárnyában. A Dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola október 16-án az Európai Életmentő Nap alkalmából újraélesztési bemutatót tartott a Városi Művelődési Központ előtti téren. Fene Zsuzsa tanárnő vezetésével három diáklán demonstrálta az újraélesztést felnőttön és gyermeken. A bemutató célja, hogy több laikus ismerje meg és alkalmazza az életmentési rendszert. Az oktatási intézmény két nappal később, október 18-án iskolanapot szervezett. A diákok meghallgatták Dóka Tíme előadását a Csalló közkincseiről, valamint Kornfeld Tibor előadását a Dunaszerdahelyi zsidóság történetéről. A program az ősi csallóközi népi hangszerek és népi kultúra bemutatásával végződött. Nagy Iván, továbbá az Ágacska tánccsoport, valamint a Csali zenekar és tánccsoport közreműködésével. A Fortuna Liga 13. fordulójában a DAC 6600 néző előtt a trencséni csapatot fogadta. Mindkét gárda célja a felsőházi tagság kibívása, ezért a játéknap előtt harmadik helyen álló DAC és a hetedik trencsén számára egyaránt fontos volt az újabb pontok megszerzése. A 90 perc végeztével a vendégek lehettek elégedettek, hiszen 2-1-re nyertek Dunaszerdahelyen. Az új stadionban bajnoki mérkőzésen először szenvedtek vereséget a sárgakékek. A tavaly novemberben a trencséniek elleni nyitómeccsel kezdődő sorozat ugyanezen csapat ellen ért véget. A 15 mérkőzés során a dunaszerdahelyiek 9-szer győztek, 6-szor pedig döntetlent játszottak.